népességcsere, modernkori népirtás. Ezekkel a jelzőkkel illette a Jobbik a magyar kormány bevándorlás politikáját. Jakab Péter bírálta a kabinet olcsó munkaerőre építő elképzeléseit, ugyanis ezzel szerinte az EU második legszegényebb államává vált Magyarország. A kivándoroltak helyére pedig, tette hozzá a politikus, külföldi munkaerőt telepít be a kormány. Mint mondta, az elmúlt három évben az országban 86 ezer gazdasági bevándorló érkezett, ami még csak a kezdet. Ezzel szemben a Jobbik bérunió-t kínál, amely a megfizetett magyar munkaerőre épít. A Fidesz frakció is reagált az ellenzéki párt állításaira. Eszerint idézem, a Jobbik lassan Gyurcsányékat és Sorosékat is lekörözi abban, ahogyan a Fidesz bevándorlás politikáját támadja. Jakab Péter, tehát a vendégem, jó reggelt kívánok, jó reggelt, üdvözlöm. Kívánok. Kezdjük talán azzal, mit szólna ez a fideszes válaszhoz? Hát más se tudnak csinálni, mint Soroshoznak éjjel-nappal, ezt már megszokhattuk, meg arról beszélnek, hogy jön a migráns karaván. Hozzáteszem, hogy ha tényleg jön a migráns karaván, akkor az keleti vendégmunkásokból áll, és Orbán Viktor vezeti be a magyar településekre. Ennek pedig az a háttere, hogy a kormány ragaszkodik ahhoz a gazdaságpolitikához, hogy Magyarország akkor lesz versenyképes, hogyha mindig olcsóbb a munkaerő, minél kevesebbet kell fizetni a dolgozóknak. Nem tudom már, hogy hányszor hoztam be a parlament elé ezt a kérdést. Nagyon sokszor szembesítettem a kormányt azzal, hogy milyen megalázóan kevés bérért dolgoznak a magyar emberek. Borsodban van, aki 100 ezer forintot visz haza. És erre minduntalan az a kormányzati válasz, hogy én csak ne aggódjak, mert a legszegényebb megyékben nőnek a legjobban a bérek. És egyébként is örömteli, hogyha valaki 100 ezer forintért gürizhet, mert 10 évvel ezelőtt még ennyit sem keresett. Abban igaza van egyébként, hogy az országban nagyon nagyok a különbségek, abban a tekintetben, hogy az ország mely részén mennyit keresnek. De összességében véve, ha megnézzük a statisztikai adatokat, azért az elmúlt években nagyjából átlagosan akár 30-40%-kal is emelkedtek a bérek. Tehát ez ma már azért annyira nem igaz, a piaci viszonyok kikényszerítik a béremelést. Van egy világgazdasági konjunktúra, amelynek Magyarország is a haszonélvező, egyébként ha akarjuk, ha nem. Ennek van egy bérfelhajtó hatása, de összességében az Eurostat adatai azt mutatják, hogy Magyarország az Európai Unió második legszegényebb népe. És akkor, amikor olyan alternatívát kínál a kormány, hogy örüljünk a mostani kevés fizetésnek, mert régen még ennyi sem volt, akkor nyilván azt üzeni a magyar munkavállalónak, hogyha nem tetszik a rendszer, akkor nyugodtan menj el Nyugat-Európába. Hozzáteszem, számtalanszor meghallgattam azt az érvet fideszes politikusoktól az elmúlt években, hogy az sem baj, hogy elmennek a magyarok, mert ha lesz munkaerő hiány, akkor majd lesz bérnövekedés. Csak akkor, amikor a piac valóban generálna egyfajta béremelkedést, akkor a kormány közbeavatkozik, és jönnek a keleti vendégmunkások. Tegnap már a kormány egyébként a közleményében azzal mentegetőzött, hogy itt javarészt csak kárpátaljai magyarokról van szó, de hát nem kellene hülyének nézni egyébként az embereket, teszem hozzá. Az elmúlt években a kormány óriás plakátkampányt indított Ukrajnában, olyan ős magyar városokban, mint Kijev, meg Odessa, meg Harkov, meg Krivojrog, és még sorolhatnám, és jönnek is az ukrán vendégmunkások. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint jelenleg 20 ezeren vannak az országban. Emellett pedig nem csak ukránok érkeznek. Tiszaújvárosban konténerváros épül, egy állami cég, egy részben állami cég a MOL beruházásának köszönhetően. 3000 a hírek szerint török vendégmunkás fognak elszállásolni. Hát nem jó, tudom, de hát ugye ez... munkaerőhiány van, tehát valahol ez is érthető, ez az intézkedés. Közben meg egy picit játszunk azért mondjuk kormányt, vagy gondolkodjunk legalábbis a kormány fejével. Azt mondja a kormány, hogy akár adókedvezményekkel mindennel Magyarországra csábítja a multikat, itt is vannak a multik. Ennek az a következménye is van, hogy ugye például, ha most megnézzük, az Audinál igenis sztrájkoltak a dolgozók, és elérték a béremelést. Aztán utána egyre több cégnél sztrájkoltak. Tehát, hogy nem akadályozza a béremelést azt, hogy multik itt vannak, hanem adott esetben még generálója is lehet. Vagy hozzátesznek a GDP-hez, onnantól kezdve, ha magas a GDP, akkor a nyugdíjasok is magasabb nyugdíjat kapnak. Tehát nagyon sok ilyen hatása van azért. Nem, tehát összetettebb ez a kérdés. Nézze, nem a multi akadályozza elsősorban a béremelést. A multi olyan szinten emeli a bért, amennyire azt a kormány elvárja. Vagy amennyire a magyar dolgozó kiharcolja. Az audisok, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kiharcolják a béremelést. Miskolcon meg mondjuk nem sikerült a multikkal szemben ugyanezt elérni. A kormány ugyanis magára hagyja a dolgozót a multikkal vívott bérversenyben, a szakszervezeteket is magára hagyja, mert még egyszer mondom, a Fidesz szerint az a versenyerőnyünk, ha olcsó munkaerőt kínálunk a multiknak, mi pedig azt mondjuk, hogy nem olcsóságban, hanem minőségben kell versenyképessé válni. Erről szól egyébként a bérunió kezdeményezésünk is. Nem forrás felélő, hanem forrás teremtő gazdá
gazdálkodást kell folytatni. Nem arra kell törekedni, hogy újabb látványberuházások legyenek Magyarországon, amelyek aztán nem bevételt, hanem fenntartási költséget generálnak, hanem arra kell törekedni, hogy magas hozzáadott érték előállítására képes vállalkozások, hazai vállalkozások legyenek Magyarországon, akik kitermelik azt a bértömeget, amelyet itthon lehet tartani a minőségi magyar munkaerőt, és akkor nem kell 3000 török vendégmunkás behozni egy 15 000-es kisvárosba, hát ebből még lesz galiba. Nyilván a Jobbik valóban már nagyon-nagyon régóta mondja a bérúniót. Egyébként rendkívül érdekes módon korábban nem meglepő lett volna, hogy pont a Jobbiknak és a DK-nak az egyik legmarkánsabb EP kampánypontja ez, tehát önöknek is, illetve a DK is ugye az Európai Egyesült Államok keretében nagyon sok ilyenről beszél, hogy európai minimál bérekre lenne szükség, európai szinten kellene meghatározni. Mekkora a realitása annak, hogy ez valaha megvalósuljon? Ez nem csak Magyarország kell, ehhez kell ugye az összes tagállam. Hogyha a magyar kormányon múlik, akkor a realitása nulla, hiszen Orbán Viktor számtalanszor elmondta, hogy nincs szükség bérunióra, sőt, azt hiszem Kövér László fogalmazott úgy, hogy azért nem kell emelni érdemben a magyar béreket, mert az itt élők kevesebben is beérik, és milyen jó, hogyha egy magyar elmegy Nyugat-Európába és kevesebben is beéri, akkor is sokkal nagyobb szeretettel fogják fogadni, mint mondjuk egy nyugat-európai állampolgárt. De az, hogy például Juncker, vagy például Macron már a szavak szintjén megemlítette a béruniónak a fontosságát, azt gondolom, hogy ez egy előremutató lépés, sőt az Európai Bizottság az európai konzultációnak az egyik fő alapvetésévé tette az egyenlő munkáért egyenlő bérelvének a megvalósítását, hiszen Nyugat-Európában is érzik azt, hogyha le vannak szorítva a kelet-közép-európai polgároknak a bérszínvonal alacsony, akkor nyilván őket is elárasztja egy kelet-európai dömping. Amit már azért nem bánnak annyira, tehát évekkel ezelőtt mondjuk Németországban esetleg lehetett probléma az, hogy miért van annyi kelet Európából érkező idézőben vendégmunkás, de most már azért ezt nem bánják annyira, hiszen szükségük van a munkaerőre. Tehát azért megváltozott a helyzet. Ugyanakkor a német munkavállaló például nem hiszem, hogy élvezi annak az előnyét, amikor oda megy egy kelet-közép-európai állampolgár, és az ő alacsonyabb bérszínvonalával lejjebb viszi nyilván a német dolgozónak is a bérszínvonalát. Nem véletlen egyébként, hogy német szakszervezet, például az IG Metall már Magyarországon is nyitott irodát, és német szakszervezetként küzd a magyaroknak a bérfelzárkóztatásért, azért, hogy a magyarok és egyébként mindenki a saját szülőföldjén tudjon boldogulni. Mert még egy szempontot, a kormány ugye azt is mondja, hogy a hazai kis és középvállalkozások, a magyar kis cégek nem tudnák kitermelni azt a magas bért, amit mondjuk, hogyha lenne egy ilyen bérunió megvalósulna. Igen, meg azt is szokták mondani, hogy a bérunió az adóemelést jelentene. Ezt mindig mosolyogva fogadom, mert hogyha az adóemelés és a bérek kérdés összefüggésben lenne ilyen szempontból, akkor hát Magyarországon van a világ legmagasabb áfája, tehát akkor ebből a szempontból itt már nagyon magas bérszínvonalnak kellene lennie. Adó és járulék csökkentése is szükség lenne természetesen ahhoz, hogy egy kis és középvállalkozás ki tudja termelni a magasabb bérköltséget. Volt olyan javaslatunk is például, hogy akár a szociális hozzájárulási adót lehetne regionális szinten csökkenteni egyes vállalkozások esetében, kikötve azt, hogy ezt az adókedvezményt, ezt bérfelzárkóztatásra kell fordítani, hiszen egy helyi vállalkozásnak is az az érdeke, hogy meg tudja őrizni a minőségi magyar munkaerőt. Na, ha már elméletben legalábbis egységes európai bérminimumról beszélünk, mit jelentene ez? Nem egységes európai bérminimumról beszélünk, mi arról beszélünk, hogy a bérszínvonalat kell felzárkóztatni. Egységes európai bérminimumról akkor lehetne beszélni, hogyha alapvetően már a bérkülönbségek minden szempontból csökkennének. Ez pedig egy olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely a magas hozzáadott értékre épít. A bérunió gyakorlatban mit jelentene, amit vannak javasolnak? Többek között ezt, nem? Hogy legyen egy egységes európai bérminimum is, nem? Nem lehet vonalzóan meghúzni ezt a számot és ezt az összeget, hanem olyan gazdaság filozófiára van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy a hazai vállalkozások kitermeljék a magasabb bérköltséget. Ez pedig azt kell, ahogy már mondtam, hogy nem látványberuházásokra kell fordítani az uniós forrásokat, hanem innovatív. De akkor magyarul, mert a nézőket szerintem az érdekli, tehát aki ma hazavisz, nem tudom, 180 000 forintot, azt az érdekli, hogy jó, ha elméletben lenne ez megvalósítva, ne egységes európai szinten, akkor mondjuk az mit jelentene számára, hogy ő mondjuk 300 000 forintnál nem vihet kevesebbet haza, hogyha az Európai Unió tagjai vagyunk. Tehát magyarul nem tudunk egy ilyet kijelenteni, hogy ez nagyjából mit jelentetne? Ez azt jelenti, hogy olyan helyzetbe kell hozni a gazdaságot, hogy képesek legyünk bért emelni. Ez nem egyik napról a másikra fog megvalósulni, de az irány ki kell jelölni, az irány pedig az, hogy fel kell zárkóznunk, és nem le kell szakadunk. Nem az a versenyelőnyünk, ha olcsók vagyunk, hanem az, hogyha képzettek vagyunk, kreatívak vagyunk, innovatívak vagyunk, ehhez kell megfelelő oktatás, meg megfelelő egészségügy, hiszen csak attól a munkavállalótól tudunk kreativitást elvárni, aki képzett és egészséges. Ma pedig azt látjuk, hogy Újpesten kórházat zárnak be, azért, hogy munkásszálló legyen belőle, ki tudja honnan érkező ukrán meg török vendégmunkásoknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.